Az Ökumenikus Segélyszervezet által rendezett sajtótájékoztatón, amely október 19-én a segélyszervezet budapesti központjában került megrendezésre, egy igen fontos humanitárius megmozdulásról számoltak be. A segélyszervezet 2014 óta az iszlám államban folytat segélymissziókat, és az idei program minden képzeletet felülmúlóan több segítségnyújtásra ad lehetőséget a szervezet számára. Az első segítségnyújtás az gyors segítség volt, tehát olyan elsősorban jazidiknek próbáltunk segíteni, akik hát nagyon-nagyon-nagyon szerény, de talán ez a kifejezés nem is megfelelő, hanem hát nagyon rossz körülmények között éltek, különböző viskókba és sátrakba és egyebekbe, és hát ott próbáltunk segítséget nyújtani. A nagy áttörés az 2016-ra tehető, amikor is a magyar kormányzat, és ezen belül ugye a külgazdaság és külügyminisztérium mellénk állt, és azt mondta, hogy ez az ügy fontos, tehát mi hajlandóak vagyunk anyagilag segíteni a ti munkátokat, annak érdekében, hogy ez a segítségnyújtás erőteljesebbé válhasson, illetőleg, hogy képesek legyetek arra, hogy nemzetközi pályázatokon is elinduljatok. El is indultunk, nagyon kedvező volt a reagálás, és hát most Brüsszelben az utolsó aláírások előtt vagyunk, reméljük, és akkor emellett a program mellett egy másik is el fog tudni indulni. A 2016 tette lehetővé azt, hogy egy állandó humanitárius képviseletet nyissunk. Ebben a képviseletnek a megtalálásában és megnyitásában nagy segítségünkre volt a két szervezet, akiknek itt vannak a képviselői, és ezúton is köszönöm az ő barátságokat. Ez nagyon fontos, hogy mindig a helyi viszonyokba beágyazódjon egy munka. Sok negatív tapasztalatot szereztünk mi ebben a munkában az elmúlt több mint 25 évben, amikor nagy hanggal, nagy erővel megjelennek szervezetek, és átgázolnak gyakorlatilag mindenen, és a maguk feje szerint akarnak ott tevékenységet kifejteni. Mi másképpen szocializálódtunk, és a mi magyarságunk is úgy mondanám, hogy másképpen gondolkodik, tehát sokkal fontosabb az, hogy minden apró részletet egyeztessünk, átgondoljuk a helyiekkel. Ez jelentheti tulajdonképpen a sikernek az állogát is. Tehát meg tudtuk nyitni ezt a képviseletünket, és ma már mondhatom azt, hogy a képviselet ismerté vált. Ugye Erbilben nagyon sok humanitárius szervezet van jelen. Ez azt jelenti, hogy a szervezetek találkoznak rendszeresen egymással. Ez egy úgynevezett koordinációs együttlét, és ezeken a koordinációs üléseken kerülnek a különböző segélyprogramok megtárgyalásra, hogy ki milyen szakaszban tart, ki milyen feladatokat végzett el, sőt, ugye nem csak általánosságban vannak ezek az ülések, hanem speciális szektorokra vannak bontva ezek a megbeszélések, és ez is azt segíti elő, hogy hatékonyabbá váljon a segítségnyújtás. Plusz még ehhez a munkához a Nemzetközi Szövetségünk is megkért bennünket, hogy vegyünk részt. A Nemzetközi Szövetségnek van több tagszervezete jelen, nem csak mi, hanem vannak mások is, és hogy a közöttünk lévő koordinációt is mi lássuk el. Első ízben kaptunk a Genfi Szövetségünktől ilyen megbízást, hogy egy koordinációs feladatot is lássunk el. Tehát az iroda, hogy úgy mondjam, most már nemzetközi feladatot is el tud látni. A támogatásról, most pedig a következő szakaszról szeretnék szólni, a 2017-es szakaszról, amely meg fog indulni. Ennek a főbb elemei tulajdonképpen a következőképpen rögzíthető, tehát összességében 500 millió forintról beszélünk, tehát 500 millió forintról. 24 hónapra terveztük ennek a végrehajtását, most indul, és 2019 őszén fog zárulni. A visszatelepülőknek a támogatása az egyik fő fókusz, és két régióban leszünk jelen. A két régióból megnézünk akkor tulajdonképpen egyiket. Ez a térképen, amit látnak, ez
ugye az iraki Kurdisztán, és a Kurdisztánnak az alsó része, tehát ahol a kék szövegezést látni a fehér betűkkel, az az egyik olyan övezet, ahova nagyon sokan menekültek át a harcok elől, tehát a belső menekültekről van szó. Itt egy nagyon intenzív munkát fogunk elkezdeni, mintegy 2000 családról van szó, és ebben lesz az egyik szervezet a partnerünk. A másik terület pedig az kicsit följebb, tehát a felszabadított területekről beszélek. A felszabadított területeken újjáépítésben fogunk szerepet vállalni. Itt Basika településről beszéltünk az előzetes egyeztetések során. Itt ugye ezen a területen alapvetően keresztények élnek, tehát ez ki fog a program terjedni természetesen rájuk is, és itt egy olyan community center, egy olyan közösségi központot fogunk nyitni, ahonnan a települőket közvetlenül a településen tudunk segíteni. Tehát ha valakinek ugye újjáépítéshez kell építőanyag, akkor azt fogjuk rendelkezésre bocsátani, ha háztartási cikkekre van szükség, akkor azt fogjuk. Ha az infrastruktúrának a rehabilitálásába be tudunk kapcsolódni viszonylag kisebb összegekkel, akkor is látjuk, hogy az szükséges és előre viszi a dolgokat, akkor azt is meg tudjuk tenni. Az oktatásban is segítséget kívánunk nyújtani, és hát ugye ma már egy segélyprogramhoz, egy korszerű segélyprogramhoz a pszichoszociális segítségnyújtás szervesen hozzátartozik. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója elmesélte nekünk ennek a projektnek a múltját, jelenét és a jövőbeni terveiket is. 2013-ban kezdődött, amikor gyűjtéseink voltak az iraki háborús eseménye kapcsán, és akkor úgy döntöttünk, hogy a helyszínre megyünk huzamosabb ideig. Ennek kapcsán tudtuk felvenni helyi szervezetekkel a kapcsolatot, egyházakkal, egyházi és más segélyszervezetekkel, és elkezdtünk kisebb akciókat. Elsősorban keresztény közösségeket segítettünk, élelmiszerrel, takaróval, olyan hasznos dolgokkal, ami számukra akkor, mint egy falat kenyér, annyira kellett. 2016-ban aztán egy új lendületet kaptunk azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatni kezdte a mi projektünket, és nyitottunk egy képviseletet. És a célunk tulajdonképpen alapvetően az volt, hogy az ott élőket segítsük, hogy ne kényszerüljenek a helyszínt elhagyni, hogy ne kelljen elmenekülni mondjuk egy európai országba, hanem ott megtalálják a megélhetésüket. És azt tapasztaltuk, hogy nem feltétlenül gondolkodnak abban, hogy mindent fel kell égetni és ott kell hagyni. Amúgy is romokba hevert minden, tehát lett volna oka arra, hogy eltávozni végleg. De nem, nagyon sokan áthúzódtak a kicsit védettebb kurd területekre, kurdok lakta területekre, és hát ott kezdtük őket támogatni. Most a helyzet egy új szakaszba érkezett. Az új szakasz azt jelenti, hogy egy 500 milliós segélyprogramot tudunk elindítani. Ennek egy része az Kurdisztánon belül kerül felhasználásra, azon családokra, ez mintegy 4000 családot fog érinteni, akik véglegesen ott szeretnének maradni, tehát a kurd területen, tehát iraki Kurdisztánban maradnak. A programunknak a másik pedig része pedig a Moszul környéki, mondjuk így, hogy a híres Ninive fenség, ugye, ami azért itt komoly, ugye történelmi, bibliai találkozópontok vannak, tehát az ott élő keresztény közösségeknek a visszatelepítése, tehát segíteni őket abban, hogy minél előbb visszaköltözhessenek. És ez fog történni olyan formában, hogy mi kitelepülünk oda, arra a településre, ahova a költözést vissza kívánjuk segíteni, és elkezdjük a házaknak a lakókkal együtt a felújítását támogatni. Akkor, ha beköltöznek, akkor ellátjuk őket azokkal a szükséges háztartási eszközökkel, ami kell ahhoz, hogy egyáltalában élni és főzni tudjanak. És aztán próbáljuk az ő életüket normális kerékvágányra terelni, azért, hogy
hogy újra ott élhessenek, ahonnan valamikor őket elhurcolták és elkergették. Ezzel párhuzamosan próbálunk nemzetközi pályázatokon is indulni. Ugye a humanitárius szervezetek, általában a nemzetközi szervezetek különböző alapoktól pályáznak, akár az Európai Unióra gondolok, különböző alapok vannak ott is, és mi most egy szakaszt lezártunk, és most már csak egy aláírás van hátra ahhoz, hogy egy nemzetközi támogatásban is részesüljünk, és ezt a magyar kormányzati segítségnyújtást megduplázzuk, vagy megsokszorozzuk. Tehát azt gondolom, hogy a következő években egy nagyon erőteljes magyar segítségnyújtás jelenik meg az iraki Kurdisztánban, és tudni fogja az ott élő közösség, a sok hányatatáson átment közösségek, hogy vannak európai országok, többek között Magyarország, aki ebben a segítségnyújtásban aktív szerepet vállal. A segélyszervezet két helyi partnerének képviselője is megtisztelte a sajtótájékoztatót. A CAPNI-tól Emmanuel Yukana atya és Hero Enver az RECH-től. Hangsúlyt fektettek a probléma helyszínen való orvoslására, és nem győzték megköszönni a magyar emberek és a magyar kormány segítségét. In this regards, I would like to thank on behalf Iraqi Kurdistan people and mainly the vulnerable and minorities, Christians, Yazidis, Shebek. I would like to thank the Hungarian government for their initiative to go beyond the solidarity message, but to practice the solidarity with the minorities and the persecuted and discriminated people. Szeretném ezúttal is az iraki kurdisztáni kisebbségek, vallási kisebbségek nevében átadni a köszönetemet, a köszönetüket önöknek, hogy a magyar kormány a szolidaritás kifejezésén túl tettekkel is kész bizonyítani azt, hogy mennyi mindent óhajt megtenni az ottani keresztények és más sérülékeny közösségek védelme és boldogulása érdekében. I would like to thank HIA for the initiatives and being present on the ground there. We are very pleased and very lucky and happy having the partnership with HIA since the first day they were in Kurdistan in Erbil. And we look forward. És szeretném kifejezni köszönetemet az Ökumenikus Segélyszervezetnek. Ők ugye már egy ideje ott vannak folyamatosan, jelenlétükkel biztosítanak bennünket, és nagyon szépen szeretném megköszönni egyrészt az ő jelenlétüket, másrészt az ő áldozatos munkájukat, és alig várom már, hogy a továbbiakban is, a jövőben is együttműködhessünk velük. I'm sure that the Hungarian government position and HIA in intervene reflects the sound and the love of Hungarian people, so I would like again to pass my thanks to the Hungarian people for their commitment and solidarity to the persecuted people in Iraq. A magyar kormánynak és az Ökumenikus Segélyszervezetnek a kiállása egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a magyar emberek milyen szeretettel viszonyulnak irányunkba, és ezt szeretném nagyon szépen megköszönni a magyar embereknek. CAPNI is a 25 years old Christian-based organization acting in Kurdistan. A CAPNI egy 25 éve aktív keresztény alapokon működő szervezet, Kurdisztánban dolgozunk. We are the biggest Christian local Christian organization in the region. Mi vagyunk a régióban a legnagyobb keresztény ilyen jellegű szervezet. We are speaking about 70 staff organization, including the staff in the HQ and in the field. Összességében 70-en vagyunk, a 70 főbe bele kell érteni a központban dolgozókat is, illetve azokat is, akik kint a terepen dolgoznak. The background of CAPNI goes to 1991-1992, in similar situation following the Gulf War and the big humanitarian needs by that time, so the initiative came to respond, to intervene, to support the needy people, of course, through the kind support of our European partners, church partners, organizations. 1991-92-ben jött létre a szervezetünk, akkor is a szükség, természetesen a szükség hívta életre a szervezetet, az öbölháború után kezdtük meg a működésünket, és akkor nagyon sok támogatást kaptunk az európai keresztény társainktól is.
In terms of geography, CAPNI works in Dohuk, Nineveh Plain and Sinjar. Ami pedig a földrajzi elhelyezkedést illeti, Dohukban és Sinjarban a Ninivei fennsíkon vagyunk találhatók. In terms of target group, we are addressing mainly the needs of the minorities, Christians and Yazidis. Ami pedig a célzott segítségnyújtást illeti, elsősorban a kisebbségeknek, keresztény kisebbségeknek, jazadiknak nyújtunk segítséget. In terms of activities, we are addressing or responding to 5 main sectors. Elsősorban 5 különböző szektorban fejtjük ki a tevékenységeinket. First, Eastern, we call it Eastern Christianity, which addresses the needs of the capacity building capacities of the local church, because we believe that Christianity had been always an added value to the community in Iraq since 2000 years, but nowadays we are more needed because we can build bridges, whereas everyone is trying to build walls. We can build bridges. We can bring people together, which is very much needed. Because what we have in Iraq is a man-made disaster. It's not a natural disaster. We need to bring people together. A tevékenységünk első körére az a jellemző, hogy a keresztény közösségeknek, a keresztény egyházaknak nyújtunk támogatást annak érdekében, hogy a kapacitásaikat tudják bővíteni. Hiszen a térségben olyan krízis alakult ki, ami emberi tevékenységnek, nem természeti okokra visszavezethető, hanem emberi tevékenységnek a következtében jött létre, ezért az embereknek kell segíteni, és úgy gondoljuk, hogy ebben a keresztény értékek nagyon nagy mértékben tudnak segíteni. The second sector is the advocacy for human rights and minority groups rights. A második tevékenységi kör a tanácsadás, kisebbségi és emberi jogi jellegű tanácsadás. The third sector is the health needs, which in this we have activities like mobile clinics, rehabilitating and operating health centers, hospitals. A harmadik jellegű tevékenységi kör az egészségügyi támogatás, mobil klinikáktól kezdve helyszíni operációkon keresztül bármilyen jellegű segítségnyújtás, ami az embereknek az egészségét szolgálja. The fourth sector is the community development, which covers subsectors like livelihood, community learning centers. A negyedik tevékenységi kör a közösségfejlesztés, ide tartozik például az oktatás tevékenysége is. And the fifth and final sector is the humanitarian response, which covers the providing the life-saving operations, non-food items, winterization, summerizations, and rehabilitation of the houses and schools. For example, currently we almost rehabilitated around 300 houses for families to return in Nineveh Plain. We rehabilitated around 17 schools in Bashika, in Nineveh Plain generally. Dr. Dancs Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztériumi Nemzetközi Együttműködésért felelős helyettes államtitkára a kormány képviseletében kiemelte a problémás helyszínek lokális segítség nyújtásának fontosságát. Olyan program bejelentésénél lehetek jelen, amely ismételten kifejezésre juttatja, hogy Magyarország elkötelezett a napjaink egyik legnagyobb biztonságpolitikai kihívását jelentő migrációs válság kezelésében. Az Ökumenikus Segélyszervezet iraki segélyprogramja is bizonyítja, hogy ez az elköteleződés nem marad meg szavak szintjén, hanem konkrét projektekben, programokban ölt testet. Magyarország egyre aktívabban vesz részt a migrációs válság megoldását célzó nemzetközi fejlesztési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási és válságkezelési erőfeszítésekben. A Külgazdaság és Külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkáraként meggyőződésem, hogy a válsággal kapcsolatos fellépés egyik legfontosabb eszköze maga a fejlesztés és a humanitárius együttműködés. A nemzetközi fejlesztés és humanitárius programokkal, olyanokkal, mint az iraki segélyprogram, a nemzetközi közösség a menekülteket kibocsátó országokban olyan életfeltételeket teremtett, hogy ne kényszerüljenek emberek milliói lakhelyük elhagyására. A kormány álláspontja az, hogy a migrációt kiváltó okokat helyben kell kezelni.
Biztonságot és gazdasági fejlődést kell garantálnunk a térségben élőknek, azoknak az országoknak, ahonnan a legtöbb migráns érkezik. A gondosan előkészített és sikeresen megvalósított nemzetközi fejlesztés és humanitárius programok pontosan ez a törekvésünkhöz járulnak hozzá. Magyarország keresztény ország, keresztény országként a nemzetközi donorközösség tagjaként is szolidaritást várral és kötelezettséget és kötelességet érez az iránt, hogy segítsen a rászorulóknak. A kormány meggyőződése az, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, és arra valóban szükség van. Nem a problémát kell Európába hozni, hanem segíteni kell az elüldözött keresztény közösségeket abban, hogy lehetőség szerint a lakhelyükhöz minél közelebb maradhassanak, és amint lehet, nemzetközi támogatással, kormányzati és nem kormányzati szereplők összefogásával egyidejűleg visszatérhessenek otthonukba. Ez kulcsfontosságú Európa, és így a magyar állampolgárok szempontjából is. Magyarország ezért több millió euróval járult hozzá az EU és Törökország közötti megállapodás végrehajtásához. Ezen felül több mint 15 millió eurót fordított a keresztény közösségek támogatására Szíriában, Irak kurdok lakta területein és Libanonban egyaránt. A kormány, ahogy azt elnök úr is említette, szeptemberben a migrációs válság kapcsán újabb források biztosításáról rendelkezett. A közel-keleten megvalósítandó fejlesztés és humanitárius bilaterális fejlesztésekhez mintegy 622 millió forinttal járul hozzá. A támogatás a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviseletében, vagy esetében Irakban, valamint a Máltai Szeretett Szolgálat Jordániában, Palesztinában és Szíriában megvalósítása kerülő programjának végrehajtását segíti elő. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet két éves iraki segélyprogramjához a kormány 550 vagy 500 millió forinttal járult hozzá, amelyről meggyőződésem, hogy újabb tanúbizonyság annak, hogy Magyarország tettekkel segít a bajba jutott térségeknek, közösségeknek és családoknak egyaránt. Ez egy korábbi sikeres együttműködés folytatása, ahogy az elhangzott, hiszen a segélyszervezet 2016-ban megnyitotta az Erbili Fejlesztési és Humanitárius Irodáját. Ez a helyszíni jelenlét biztosítja azt, hogy a segítség valóban azokhoz jusson el, akiknek erre igazán szükségük van és arra rászorulnak. A segélyszervezet eddigi tapasztalatai a említett partnerszervezetekkel, a támogató helyi hatóságokkal, a helyi és nemzetközi civil szervezetekkel, így a KAPNI-val és a REACH-el kialakított kapcsolatai révén meggyőződésem és kormány számára is garancia, hogy az iraki segélyprogram valóban eléri a célját. Fontos azonban felhívnom a figyelmet arra, hogy a program sikeréhez talán még ennél is jobban hozzájárul a szervezet munkatársainak a kiélezett helyzetben is odaadó szolgálatkészsége, elkötelezettsége, melyet a korábbi sikeresen megvalósított közös programok során is közvetlenül tapasztaltunk. Nagy-nagy köszönet érte. Nem veszélytelen az ott tartózkodás, az ottani munka, erről interjúnkban besélt bővebben Lehel László igazgató úr. A humanitárius tevékenységnek mindig is voltak veszélyei. Sajnos az elmúlt egy évtizedben, de talán már több is, kezdtek elszaporodni azok a támadások, amelyek segélyszervezeteket értek. Ugye számunkra létfeltétel az, hogy biztonságosan tudjuk a munkánkat végezni. Tehát, hogy az ott élők és a hatóságok mindent megtegyenek annak érdekében, hogy mi biztonságban mozoghassunk. És azt láttam, hogy e tekintetben megkaptuk azt a biztonságot, amire nekünk szükségünk van, hiszen hát terepre járunk. De ez nem úgy képzelendő el, hogy egy irodába ülünk, és akkor onnan majd telefonálgatunk, hanem helyszínekre járunk. Végigjárjuk ezeket a településeket, a romhalmazokat véglátogatjuk, ott vagyunk velük. Tehát ez nyilvánvalóan nem veszélytelen, de
Ugye a hatóságok szólnak, és azt mondják, hogy itt még nincs mondjuk lett kitisztítva a terület, tehát hogy még aknásítva lehet, addig várni kell, és akkor szólnak, amikor azt mondják, hogy most már be lehet jutni a településre, és el lehet kezdeni dolgozni egy humanitárius programnak az előkészítése. Tehát ismételten azt mondom, hogy a nem veszélytelen, de itt ebben a kontextusban, itt iraki Kurdisztánban azt látjuk, hogy biztonságban tudjuk a munkánkat végezni. Arról az ökoszisztémaként együttműködő munkáról is beszélt, ami Irakban a segélyszervezetek között létrejött ez idő alatt. Találkoztunk, én magam is találkoztam az ottani külügyminiszterrel, belügyminiszterrel, természetesen a magyar konzullal számos esetben. Bent vagyunk egy nemzetközi vérkeringésben. Az összes ott dolgozó segélyszervezet az rendszeresen találkozik. Tehát vannak szektorok, amiben a munkánkat végezik. Tehát vannak olyan szervezetek, akik a vízellátással foglalkoznak, akkor a vízellátással foglalkozó szervezetek ülnek le heti rendszerességgel. Van olyan, amelyik mondjuk az élelmezéssel foglalkozik, akkor azok beszélik át, osztjuk meg a feladatot egymással. Ennélkül nem is lehetne ilyen munkát végezni. Tehát ez nem lehet úgy, hogy oda megyek, és akkor elkezdek valamit osztani, hanem egy koordinált, együttműködő közösségben. Tehát azt mondhatom, hogy megbecsült tagja lettünk ennek a közösségnek, sőt, most már a Nemzetközi Szövetségünk fel is kért bennünket, hogy további más szervezeteknek a koordinációját is mi lássuk el. Egy húzamban egy önkéntes vagy egy kint dolgozó mennyi időt tölthet kint, vagy van-e ennek ilyen meghatározott időtartama? Ugye az önkéntesekkel azért mi óvatosak vagyunk, mert ez egy nagyon nagy felelősség ilyen helyszínen dolgozni, és nagyon komoly képzettséget is igényel az, hogy valaki egy ilyen területen a mi elvárásainknak megfelelően végezze a munkáját. Van olyan alkalom, amikor lehet önkénteseket is, de ez az iraki konfliktus ezt nem teszi lehetővé. A munkatársaink azért azt tudom mondani, hogy egy-két évet bizony leszoktak egy-egy helyszínen húzni, tehát annyi időt ott töltenek, és akkor próbáljuk őket váltani, illetőleg az egy év se úgy van, hogy most akkor folyamatosan egy évet, hanem ott van egy fél évig, akkor itt dolgozik az irodában, és akkor megint visszamegy. Tehát azért ezt nekünk ugye meg kell tervezni, és olyan csapatunk van, akik már sok humanitárius katasztrófa helyszínen dolgoztak, hosszabb ideig is, tehát Afganisztántól, Kelet-Ukrajnán át, Sri Lankától kezdve, nagyon sok helyszínen hosszabb ideig, tehát már nagy tapasztalattal rendelkeznek. Heltai Péter, a Hungary Helps utazó nagykövete is kifejtette, miért fontos, hogy a segítség helyben érkezzen, és lokálisan fogja meg a problémát, és javítson rajta. Magyar segítséget mi helybe szeretnénk vinni, hogy a problémát nem Európában kell kezelni, nem a mi kontinensünkön kell próbálni megoldani, hanem ott helyben, ahol a segítségre szükség van, ahol az emberi méltóságát azoknak az embereknek meg tudjuk adni, ott kell hatékony segítséget nyújtanunk, bevonva a helyi segélyszervezeteket, a helyi egyházaknak a vezetőit, akik pontosan tudják, ahogy az előbb önök is elmondták, hogy mire van szükségük. Tehát a Hungary Helps program minden esetre, vagy elsősorban egy ilyen kommunikációs kezdeményezés, amely párbeszédet nyit, amely utakat keres a helyben segítéshez, és ennek hál' Istennek, ahogy helyettes államtitkár úr említette is, részemről sem csak kommunikációs aspektusa van, hanem mindezeknek a már megvalósuló fejlesztéseknek a felmutatása, nem az ország vagy Magyarország büszkélkedése céljából, hanem egy olyan precedens értékkel, amivel talán a nemzetközi közösség figyelmét is sikerül arra felhívni, hogy olyan segélyszervezetekkel való együttműködésekkel, olyan országok közötti együttműködésekkel, olyan egyéb utakkal, amely többek között a Magyar Ökumenikus Segélyszervezete vagy Szeretetszolgálata is megvalósulhat itt Magyarországon, nagyon sok segítési módja és útja lehet annak, amiben méltóságot adhatunk az embereknek, és ott helyben a szülőföldjükön való boldogulásokat biztosíthatjuk. Természetesen Magyarország tisztában van azzal, hogy egy európai középállam, hogyha úgy tetszik, tehát megvannak a maga korlátai, azonban minden olyan már megvalósuló fejlesztés, minden olyan már megvalósuló, vagy most akár ez a kezdeményezés mutatja annak a lehetőségét, annak nem csak a szimbolikus értékét, hanem a hatékony oldalát, hogy mennyit tud jelenteni a helyben élő közösségeknek, pont iraki Kurdisztán esetében, abban még mindig annak a több százezer embernek,
aki nem volt képes visszatérni a szülőföldjére, akit akár az üldözött keresztény közösségek esetében még plusz megkülönböztetésért, és éppen ezért a Hungary Helps program és azon belül megvalósuló fejlesztési együttműködések is pontosan azért célozzák ezeket a közösségeket kiemelten, nem feltétlenül azért, mert vallási kérdésről van szó, hanem elsősorban, és ezt szeretném hangsúlyozni, emberi jogi kérdésről van szó, azokról a diszkriminatív intézkedésekről van szó, vagy diszkriminatív jelenéről ezeknek a közösségeknek, amik meghatározzák a szülőföldjükön való boldogulásukat is. Úgyhogy pontosan ezért a Hungary Helps programnak az ilyen együttműködésekből tudnak majd nagyon komoly eredményei, és felmutatható a nemzetközi közösség előtt is felmutatható eredményei és sikerei születni, illetve a helyi közösségeknek a sikerei, hogy ne reménytelenül nézzenek a jövőre, tehát hiába a segítség az talán nehezen tud megérkezni bizonyos régiókból, de Magyarország szeretné mindenképpen jelezni a jelenlétével és a konkrét akcióival, hogy felelősséget vállal, felelősséget érez többek között az iraki Kurdisztánban élő keresztény közösségekért és minden más üldözöttért. Az iraki emberek örömmel fogadják, hogy ilyen pici ország segítséget nyújt számukra. Nagy örömmel és mérhetetlen hálával viszonyulnak a munkatársakhoz, a magyarokhoz. Nagyon meglepődtek először, hogy Magyarországról, hát Magyarország egy kicsi ország, ez hogy lehetséges, és akkor mondtuk, hogy hát azért itt is van szolidaritás, és itt is adományoztak az emberek, és mi ezt szeretnénk nagyon jól felhasználni, hiszen az a mandátum mindig ott van, hogyha valaki arra méltat bennünket, hogy 500 forintot, vagy 5000-et, vagy 50 ezer forintot adjon, hogy azt a leghasznosabban használjuk fel. És ezért fontos az, hogy egyrészt jelen legyünk, ott a helyszínen legyünk, másrészt pedig, hogy olyan partnerekkel dolgozzuk ki ezeket a segítségnyújtási módszereket, ami mögött abszolút garancia van. És hogy az találkozik, teljes mértékben találkozik az ott élő embereknek az igényével. Úgyhogy boldogok, nagyon boldogok, hogy hát egy magyar szervezet ott van velük. Valahogy úgy érzem, hogy egy ilyen nagyon érdekes sors közösséget éreznek ők valahogy irántunk, és ez megkönnyíti a munkánkat. Ezt már egyébként sok felé tapasztaltuk a világban, hogy egy kis országnak a segélyszervezeteként sokkal befogadóbbak az emberek, és nem azt gondolják, hogy itt most jönnek, nem tudom én, milliárdokkal, és majd megmondják, hogy mit kell csinálni, hanem mi meghallgatjuk őket, és velük együtt dolgozunk ki a segélyprogramokat.